Magyarországi ősbemutatónak indult, világpremiér lett belőle. A brit drámaíró Peter Quilter bestseller című vígjátékának három szereplős változatát tűzte műsorra a Pannonhalmi Színház. A darabot előbemutatóként a Veszprémi Tavaszi Fesztiválon egyszer már láthatta a közönség. Bérlet sorozatban ősztől játsszák majd. Sorozatgyilkos fejed! Köszönöm. Mondjuk ennél rosszabb okot még életemben nem kaptam. Alex vagyok. Isten hozzá! Itt mindig ilyen az idő. Mondhatnám, hogy nem, de hazudni nem szép dolog. Újabb író érkezik Morin Istenháta mögötti házikójába, hogy a különc és titokzatos krimi írónál fejezze be a könyvét. Két fiatal és egy 60-as éveiben járó szerzőről szól a brit drámaíró Peter Quilter zseniális komédiája. Ez az a fajta végjáték, amiben nem is végig fognak hahotázni, hanem vannak kifeszített pillanatok, amikor éppen, hogy a bennünk rejlő magányunkat, gondolatunkat, érzéseinket fogjuk majd megmutatni, remélem azt is érdekesen. Én egy 60-as, az én korombeli hölgyet játszom, aki egyedül él egy elhagyatott alkotóházban, amit ő üzemeltet. Neki vannak titkai, amik ebben a darabban fognak majd kiderülni. A szerep attól jó, vagy attól szeretem én, hogy van benne vígjátéki lehetőség, és van benne szív és érzelem lehetőség is, és én nagyon szeretem, hogyha ez a kettő váltakozik. Tehát hol a fanyar humorom jön elő, hol pedig a velem történt dolgoknak az elmondása, megjelenítése. Te? Befejezni jöttél valamit? Ja, épp ellenkezőleg. De hónapok óta egy szó sem jut az eszembe. Ó, alkotói válság. Nem tudom. Meg tudod, az az igazság, hogy nincs semmi, ami motiválna. Ráadásul azt érzem, hogy tök mindegy, hogy mit írok, mert az előbb-utóbb úgyis a kukában fog landolni. Ahogy Shelley, a ponyva regényíró, és az éppen alkotói válságban szenvedő Alex elfoglalják szobáikat Morin házában, a bestsellernek szánt könyveik lapjaira vetett történetek is megelevedednek a színpadon. Izgalom, feszültség, szerelem, párkapcsolati válság, ezekről is szól a darab különleges módon. Ő úgy hivatkozik önmagára, hogy ő a romantika királynője. Ő ezeket a tipikus buszpályaudvaron kapható romantikus regényeket írja, gyakorlatilag ontja magából őket, de ezzel ő teljesen tisztában is van. És azzal is tisztában van, és nagyon jó humorral kezeli ezt, hogy ezeknek a könyveknek gyakorlatilag semmi értelme nincsen. Tehát az összesnek lehetne címe az, hogy szerelem a tengerparton, az iskolában, az óvodában, a parkban. Tehát ezek a tipikus szerelmi regények. Ő a saját magánéletében nagyon csapodár életet él, képtelen elköteleződni, folyamatosan tartja magánál a srácokat, és mindig hagyja magát eljegyezni. De aztán, amikor ez megtörténik, akkor el is dobja őket, és ezt is elmondja, hogy ez is azért, tehát ez a titok nyitja úgymond, hogy akkor nyílnak meg neki igazán a fiúk, hogyha már érzelmileg kezd komolyra fordulni a dolog. De ő ebből ugye nem, egyáltalán nem kér, és ezért őket le is passzolja, és általában az összes ilyen szerelmi karandját ezt megírja a könyveibe. Nagyon különböző életutakat mutat be, és nagyon különböző személyiségeket. És nem is kell feltétlenül egyet-egyet kiragadni, mindegyikből ki lehet venni olyat, ami megütötte már, vagy megtalálta már az embert az életében. Abszolút hétköznapi nehézségek és akár tragédiák is megjelennek. Amire kitérünk még ebben a darabban, és ezt szerintem színészként is nagyon sokszor használjuk és alkalmazzuk, hogy a saját problémáink elől menekülünk az alkotásba. Tehát a mi saját civil gondjainkat nagyon sokszor csak a színpadon tudjuk kiélni, mert lehet, hogy a magánéletünkben nincs rá eszközünk, vagy nincs rá lehetőségünk, és ezt is bemutatja ez a darab remekül, hogy a saját gondjaidat és tragédiáidat hogyan tudod beleírni a saját könyvedbe, átnevezve a karaktert, senkinek nem kell tudni, rólad van szó, és mi színészként nyilván a színpadon állunk, lehet sejthető, hogy ez most tényleg rólunk szól, hiszen a saját élményeinket visszük fel, és vására visszük a bőrünket estéről estére. Úgyhogy szerintem ez az egyik fő mondani való. Nincs kedved elmondani Alexnek, hogy mit írtál ma? Majd, dehogy is nincs! Szerintem Alex IQ-ja körülbelül
körülbelül 130, most úgy zuhan 30-at. Nem sok marad. Jessica a barátaival nyaral. Szakítani akar a pasiával, Kelvinnel, mert a fickót sokkal jobban érdekli a golf, mint ő maga. A komédia azáltal, hogy nem csak a három író története elevenedik meg a színpadon, de a könyvek lapjaira vetett történetek is a valóság és a fikció határán egyensúlyoz. A három figura összesen 13 karaktert formál meg, nem kis feladatot adva a színészeknek. Peter Külter végjátéka Szelle Dávid választása volt, aki amellett, hogy az egyik írót, Alexet alakítja, a darab rendezője is. Megmondom őszintén, először a színész énemet kezdte izgatni, amikor láttam, hogy három szereplő, 13 karakter, de valami már csak amikor a szinopszist elolvastam, egy picit átkopíroztam a színészek sorsára, hogy nem, attól is el lehet vonatkoztatni a történet nagy részében, illetve az alaptörténetben, hogyha ez nem írókkal, hanem bármilyen alkotó emberrel történik meg, vagy bármilyen művészeti ágban tevékenykedő emberrel. Tehát aki alkot, bárkivel megtörténhetnek azok a sorsok, amik ebben a darabban megtörténnek. És amikor elolvastam a szövegkönyvet, ugye először az angol változatot, nagyon-nagyon megfogott a szellemessége, a rendkívüli nagy kihívás része, mert azért rendezőileg is egy nagy kihívás, azt gondolom, mind színészileg, és azt gondoltam, hogy ezt a lécet most nekünk muszáj lesz megugranunk, és hát tényleg egy új szintre tudunk emelkedni szerintem, színészileg és én rendezőileg is például. Kinyírtál ma már valakit? Megcsonkítottam a gazdag özvegyet. Azt hittem, hogy ő már tegnap meghalt. Nem, az csak egy szúrt sebb volt, az túlélte. Milyen jó neki. Peter Külter 2018-ban írt komédiájának hat szereplős változatát európai premierként tavaly mutatta be a Karinthy Színház. De létezik egy három szereplős verzió is, amit még sehol nem játszottak a világon. A Pannonhalmi Színház előadása így nem csak magyarországi, de világpremier is. Ez nem egy olyan komédia lesz, ahol a néző majd a fetrengeni fog a földön, és a térdét fogja csapkodni a nevetéstől. Nagyon erős benne például a szarkasztikus humor, ami amúgy hozzám magánéletben nagyon közel áll. Én is nagyon szeretek operálni ezzel a fajta humorral. És csak hát nyilván vannak benne azért tragikus sorsok ebben a darabban, gyakorlatilag mind a három szereplőjé nem túl vidám sors, viszont ugye attól komédia, hogy ezeket a sorsokat inkább a humor oldalával próbálja megkezelni, és nem csap át mély lélektani drámába nyilván. De azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy mivel vannak nagyon, nagyon mély emberi sorsok ebben egy karakternek, azokat viszont mindenképpen szeretném én nagyon-nagyon kiemelni, mert én befogadóként is nagyon szeretem a hidegből melegbe érzést, amikor egyszer csak leöntenek egy forró vízzel, egy vödör forró vízzel, és utána meg beraknak egy jeges kádba. Én azokat befogadóként is nagyon szeretem, és szeretném is megjeleníteni a színpadon. A darab története gyakorlatilag pofon egyszerű. Ez három írót láthatunk a színpadon, akik próbálják megalkotni a saját kis bestsellerjeiket. Van egy krimi író, egy szerelmes ponyvaregények királynője, és egy éppen alkotói válságban szenvedő fiatalember. És gyakorlatilag az ő háromjuknak a furcsa kapcsolatát mutatja meg ez a darab, akár az egymással való kapcsolatukat, illetve a külvilággal való kapcsolatukból is sok minden kiderül azért. A történet gyakorlatilag ennyi. A dolog pikantériája az viszont az, hogy azokat a történeteket, amiket ők éppen írnak, azokat megelevenedni látjuk a színpadon. Tehát egyszer csak a színészek az alapkarakterek bőréből kibújva átalakulnak egy a darabban írott történet karakterévé, és ez rendkívül izgalmas és hihetetlen karakter megformáló képességet kíván mind három színésztől. Az előadásban nagy szerepük van a könyveknek, melyeket bútorként, dísztárgyként is használnak, de könyvek jelzik az egyes helyszíneket is. Az előadásnak sem díszlet, sem jelmeztervezője nincs. A három szereplő és Balázs Nikolett rendező asszisztens munkája minden látványelem.
A bestsellert a Veszprémi Tavaszi Fesztivál keretében előbemutatóként láthatták a nézők. Bérletes formában a jövő évadban várhatóan októbertől játsszák.